Stúdiónk mai vendége Verez Zoltán plébános, címzetes esperes. Köszöntöm itt a stúdióban. És köszöntelek, és köszöntöm a kedves tévénézőket. November közeledik, két emléknap is. November 1-e és 2-a, Minden Szentek és Halottak napja. Úgy gondolom, hogy még mindig többen vagyunk, sokan vagyunk olyanok, akik nem igazán tudják értelmezni ezt a két napot, hogy miben más ez a két nap, a Minden Szentek, illetve a Halottak napja. Beszélgessünk most egy kicsit erről, plébánosan. Igen, ez egy fehér és egy fekete nap, ugye, és általában valaki Minden Szenteket szoktuk általában említeni. Ugye az a ünnepnap most már a állami intézményekben is, alapvetően ugye állami ünnep is lett, szabad nap, és érdekes módon ugye a Halottak napja az azt követő nap, de mégis a Minden Szentekre fókuszálunk, és ez nagyon helyes, mert ugye azt ünnepli az egyház, hogy azok az emberek itt a Földön, akik azért Isten törvényei szerint éltek, és a szeretetben, és amennyi lehet az erkölcsi életben, tehát azt mondja, hogy a szeretet legmagasabb fokát megélték, azok a mennyországban, az örökké valóság boldogságában, boldog életében vannak, és nyilván rengeteg embert az egyház valami miatt kiemelt, nagyon sok szentet ismerünk, de hát nyilván tudjuk, hogy azért az évszázadok alatt, meg évezek alatt azért nagyon sok ember ugyanúgy eljutott arra a fokozatra, amiben azt mondjuk, hogy szenté válhatott, és az örök boldog életben van. Mert ez a lényeg a szentségnek, hogy valaki úgy élt ezen a földön, hogy az méltó vált arra, hogy a halála után, ugye, boldog örökké valóságban éljen. Tehát örökké valóság, megfoghatatlan, nem tudjuk felmérni sem, mit jelent. A katolikus egyház úgy szoktam elfogadni, hogy Isten színről színre való látás. Hát látjuk magát az Istent, aki minket teremtett, megalkotott, életre hívott. Egy szeretet, egységben vagyunk vele. És aki ezt megérte, ezeket ünnepeljük, mert nyilván mindenkit egyszerre, ugye nem tudunk felsorolni, de vannak néhány szentek, akiket külön is ünneplünk. A legnagyobbakat, nagyobb ünnepeket tartunk nekik, a Szuzanyától kezdve, Máriától, Szent József, nagy szenteket ismerünk, akiket külön kiemelt valami miatt az egyház. Nyilván ezeknek is van történetük, de van, akiket különösebben nem említünk meg, de ez lehetnek a nagyszüleink, szüleink, rokonaink, ismerőseink, akiket úgy láttuk, hogy úgy éltek, és hozzájuk, őket egyrészt ünnepeljük a Minden Szentek ünnepén, ugye az egész egyházban, és egyben kérjük az ő közben járó segítségüket. Mi azt mondjuk, hogy ők már ott vannak a jó helyen, ugye, azért lehet hozzájuk szólni néhány gondolattal, hogy hát segítsenek, mert amúgy is egyébként a jó érzésű ember sokszor úgy visszagondol a valamelyik jótevőjére, nagyszüleire, vagy akárkire, hogy jaj, papa, most mit tudnál mondani, és ott azért bennünk van az, és azt mondjuk, mi azt így mondjuk, ez egy imádságban meg lehet fogalmazni a Minden Szenteknél is, ugye, a saját egyéni idézőjelben szentjeink, nem tudjuk egyébként, mert ugye az egyház nem mondta ki róluk kifejezetten, hogy szentek, néhányról kimondta, de mi bízunk benne, ahogy láttuk az ő életüket, az ő hitüket, ahogy megélték, hogy ott vannak, és hát szólhatunk hozzá néhány szót, hogy az járnak közben a nagyfőnöknél, ugye, hogy segítsen bennünket, meg hogy hát majd esetleg ott legyünk nekünk jó részünk. Tehát azért lehet ott ugyanúgy, mint a földi életben, ugye néha keresünk embereket, akik segítenek bennünket, és ugyanúgy azt mondom, hogy a dicsőséges egyháznak szoktuk nevezni a mennyek országában élő embereket. Mi a úgynevezett küzdő egyház, ugye naponta megküzdjük az életünket, és van ugye a szenvedő egyháznak, szoktuk mondani, hogy a tisztító tűzben vannak, akik még, nyilván mindig elmondjuk, hogy ez nem hely, hanem ez egy állapot, amit igazából a Bibliában olvasunk ki, hogy Jézus beszélt erről, hogy valószínű, hogy kell egy tűznek való át, amikor az ember átéli, szembesül a saját gyöngességeivel, hibáival, gyarlósága, amit elkövetett, és azokban megtisztul. Sokszor, amikor az ember itt is van a föld életben, hogy bizony elkövettél valami hülyeséget, és akkor utána átgondolod. Szembesülsz vele, kicsit szégyenled magad egésztől, és utána aztán kicsit megtisztulsz. Azt valami ilyesminek kell elképzelnünk, azt gondolom, de... És ez már a Halottak napja, ugye? És akkor igen, itt megyünk át abba, hogy már a Halottak napján már ugye arra emlékezünk,
hogy összes elhunytjainkról, akiről végképp nem tudjuk, hogy hova jutottak és mire kerül, mi lett az ő életük, az ő sorsuk a halál után. Ezért mi minden halál, minden halottak napján minden emberért, akik meghaltak, ismerőseink, főleg családtagjainkért imádkozunk, és ott azt kérjük, hogy amennyiben még nincsenek a tegnapi nap ünnepeltjei között, a minden szentek között, akkor a mindenható Isten segítsen a mi imádságunkkal is, ami egyébként ez nagyon nehéz megragadni ezt, hogy hogyan lehet azokért imádkozni, akik már meghaltak, hiszen már ott eldőlt az ő sorsuk. Ugye mi azt mondjuk, hogy az ember élete utolsó pillanatában a halála lezárul az érdemszerzés. De akkor a lelkükért lehet imádkozni. De a lelkükért már, hogy igen, tehát mit tudunk imádkozni, hogyha biztos, hogy ők oda fognak kerülni valószínűleg. Tehát azt szoktuk mondani nyilván, hogy mivel nem tudjuk, hogy ki hol van, ezért érdemes imádkozni. Ma azt szokták mondani, hogy nyilván, hogyha elkárhozott, mert annyira rossz életet élt, azon már nem tudjuk megmenteni. Ugye ő már azt mondja, hogy eladta idezőben magát a sátánnak. De ezt nem tudjuk, és azért mindig bízunk benne, mert az embernek ugye előttünk van a példa, amit Jézus életében látunk, hogy az utolsó percében is a jobblator megkapta a lehetőséget, azt mondta, hogy ma velem leszel a paradicsomban, pedig egy rossz ember volt, és ugye a halála előtti pillanatban tért meg, úgymond. És ilyen rengetegszer lehet, az ember bármikor meggondolhatja. Ezért még egy, nem tudom, hogy nagy bűnözőnek is lehet esélye arra, hogy illette utolsó pillanatában megbánta, tett és kérte Istennek az irgalmat. Ezt soha nem tudjuk, hogy azt mondjuk, hogy valószínű, hogy van pokol, mert erről ír a Szentírás, de az is lehet üres. Ebben bízunk, de ugye nem tudhatjuk, hogy ez hogy van, de lényeg az, hogy azért imádkozunk, hogy akik halottak napján, hogy akiknek szükség van arra, hogy megtisztuljanak, és mielőbb Isten színelátásra üssenek, azokért imádkozunk. Ez egyébként meg nem csak róluk szól, hanem egy nagy közösségről is szól. Mert ugye mi az a baj, mi csak lineárisan tudunk gondolkodni, térben és időben. De ha Isten szemüvegén keresztül nézzünk, ugye ő neki az egy nap annyi, mint 1000 év, tehát ő egész örökké valóság távlatából néz, és azt látja, hogy én most, ahogyan imádkozok, elhunyt szerettem, mint azt nekem is betudja már egy jó cselekvésnek. Ahogy valószínű, hogy imádkoztak a mi elődjeink, szeretteink is, értünk is. Tehát összefüggnek ezek a gondolatok, ezek az imádságok is, ezeket mind-mind betudjuk. Tehát nekünk is fontos az, hogy most imádkozunk például elhunyt szeretteinkért, hogy emlékezzük rájuk, mert ez számunkra is Isten előtt kedves dolog, amit majd mondom, beszámítva, hogy lehet, mert előre tudta az Isten, hogy mi fogunk imádkozni az elhunyt szeretteinkért, mert nincsen előre meg hátra, csak mi most így gondoljuk. Meg így tudunk gondolkodni térben és időben. Szóval egy bonyolult kérdés alapvetően, de a lényeg az, hogy azt hisszük, ez az egyháznak a tanítása, hogy nagyon sokan eljutottak a boldog örök életre. Ezt nem tudom másképp és jobban és szebben megfogalmazni. Amikor Szent Pál azt mondja, hogy olyan világ, amit emberi ész fel nem fog, amit csak beszélhetünk róla, meg gondolkodhatunk róla, de nem tudjuk felfogni, mert Isten azon a készített, akik szeretik őt. Tehát mi abba a világba készülünk, Istennek a világába, és bízunk benne, nagyon sokan eljutottak, és a második nap halott napján azért imádkozunk, hogy akik még nem, azoknak segítsünk, és hát nyilván saját magunkat is ezzel arra próbáljuk generálni, hogy azért tegyünk, és igyekezzünk úgy élni, hogy mi is ebbe a világba érkezzünk majd meg a halálunk után. Milyen liturgia kapcsolódik a katolikus egyházban ehhez a két emléknaphoz? Hát minden szentek ünnepén alapvetően ünnepi szentmise van, szentmise keretében szokunk megemlékezni, ugyanolyan kötelező, úgymond a szentmisére való részvétel, mint egy vasárnapon, vagy bár egy másik nagy főünnepen, tehát az a parancsolt ünnepek közé tartozik a minden szentek ünnepe, és igazából semmi extra nincsen, csak a szentmise áldozat az, ami kifejtetten erre az ünnepre szól. Hát nyilván nincsen nagyobb a mi tanításunk szerint, meg a mi gondolkodásunkban, mint maga a liturgia, amelyben a nép bemutatja a legszentebb áldozatot. A halottak napja az egy
másik kérdés, mert nyilván ott azért nagyon sok hagyomány is kötődik, és ilyenkor azért kimegyünk a temetőbe. De ez érdekes módon, hogy halottak napján, akkor például egy nap általában egy pap egyszer misézhet, a halottak napján három misét engedi ez az egyház, hogy akkor a halottainkért külön szentmisét mutassunk be. Tehát olyankor szoktak több misét is bemutatni, ahol igény van rá. És az tényleg az teljesen az mindig az feketébe van, régebben az asszonyok is mind feketébe jöttek a szentmiségre, hogy érzed az, hogy halottas volt, hogy most emlékezünk, és előtte mindenszerűen minden fehérbe. Ugye a szentmisének a szentmise ruha, mise ruha is fehérben van, minden fehér, és ugye minden ünnepi még az első nap, és akkor másnap pedig a feketébe halottatva. És a kettő között, ugye, régebben, én gyerekkoromban emlékszem vissza Erdélybe, hogy mindig mentünk iskolába, és elkértek bennünket, akik nem voltunk a szüleink, nem odavalósak voltak akkor a városba, hogy mentünk világítani, így mondták, hogy menjünk világítani. És mindig este, ugye Mindenszentek estéjén mentünk ki a temetőbe, és akkor ott ugye mindig este volt a szertartás, egy ilyen kifejezetten könyörgés, énekes imádság, ahol szinte családonként is voltak, ma megemlékeztek arról, hogy ki hunyt el, és akkor azokért imádkoztunk, a sírokat megszentelte, akinek mondjuk új síremléket állítottak. Tehát ilyenkor voltak, amikor kifejezetten ott, a helyszínen, a temetőben imádkozunk a halottainkért. Hát itt is egyébként szokás, én ugye csak egy éve vagyok itt, de én is kiszoktam menni, és valószínűleg most is kimegyek elsőjén, mert ugye mondom, a Mindenszentek ünnepe után, de még a halottak napja előtt, olyankor szoktunk, de Mindenszentek délutánján a temetőben imádkozunk az összes elhunytakért. És néhányan kijönnek, akik ott vannak a temetőben, akik is besatlakoznak az imádságba, néhány elmékedő gondolatot mondunk, hogy a halál kérdés, halál témájával kapcsolatban, nyilván mindig a feltámadásnak az örömét hirdetve, és tehát mindenképpen a pozitív dolgokat kiemelni, az, hogy a halál az nem mindig, nem a vég, nem csak pusztaság, nem csak egy fájdalmas dolog, hanem azért valami olyan fajta kapu, amely az örök életre vezet. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!